Szeretettel köszöntök mindenkit! 2021. március 11-én, amikor a COVID járvány egy előrehaladott harmadik fázisában járunk. Ennek az előadásnak az a célja, hogy a bejövő információk között egy picit rendet teremtsen, a forrásanyagom az internet volt, mint mindenki az internetről tudok tájékozódni. Igyekszem nagyon lassan beszélni, hogy bárki tudja követni az előadást. És akkor csapjunk bele. A kritikus szakaszához érkeztünk a járványnak. Ez a harmadik fázis, és a fejekben, képzett szakemberek fejében is óriási dilemmák vannak. Ezt a dilemmát véleményem szerint alapvetően két szemlélet ütközése szabja meg, irányítja. Az egyik, hogy egy járványhelyzeti, sürgőségi, igazából háborús etikához igazodjunk-e az a oltásokkal kapcsolatban, vagy pedig hagyományos békeidőbeli gyógyszerengedélyezési etikához igazodjunk Elényegében e most ez a két etika csap össze a fejekben, a szakértők fejében, és ezt a hangot sajnos a politikai beszéd, illetve a média dömping lényegében felerősíti. Igyekszem, igyekszem egy kicsikét politikamentes övezetet létrehozni ez alatt, a, ez alatt az előadás alatt, és összefoglalni azokat az ismereteket, tényeket, amik, amik már ugyanismertek, de jó, ha együtt halljuk őket. Először is a legfrissebb adat. Most március 11-e van, a tegnapi a WHO mérései, illetve a WHO ba beérkező adatok alapján Magyarországon az új fertőzöttek száma 5653 volt tegnap, illetve a friss halálozás 179 ez a két adat lényegében, illetve az általuk kirajzolt görbe mutatja, hogy bizony egy harmadik hullám bontakozik ki, ami, ami miatt nagyon-nagyon oda kell figyelni. Egy pár szót az immunitásról. Tehát az alapok. Az azt jelenti, hogy a vírus ellenes immunitást két módon, szerezhetjük meg. Az egyik, hogyha megkapjuk a betegséget, vagy ha oltást kapunk. Most jelenleg ez a két út lehetséges. Ezt azért fontos tudni, mert az, hogy a vírus fertőzés milyen intenzitással, milyen klinikai, súlyos klinikai tünetekkel zajlik le valakinél, azt az azon múlik, hogy találkozott-e már az immunrendszerünk a vírussal, vagy azzal az anyaggal, ami alapján fel tudja építeni az immunrendszerünk az immunválaszt. A kulcs a gyógyszer, illetve a vakcinák fejlesztése során ez az úgynevezett tüskefehérje. Erről már valószínűleg mindenki hallott, így néz ki egy koronavírus, és a koronavírus felszínén, ugye a korona alakot adó fehérjék, ezek a kis antennák, amiket a nemzetközi irodalom hív spike fehérjének, vagy korona fehérjének, vagy tüske fehérjének. Ez a kulcsa az egésznek. Tudni a vírus a hám a légutak hámsejtjeiben, hámsejtjeinek felszínén ezzel a fehérjével tud csatlakozni, kötődni, illetve ezt a fehérjét ismeri föl az immunrendszer, ehhez kötődnek majd az immunválasz során a, az immunrendszernek az elemei, és így tudja az immunrendszerünk leküzdeni a vírust. Ezt a fehérjét kellett izolálni, és ez az, amit be kell juttatni az oltásokkal a szervezetünkbe. Így néz ki ennek a fehérjének az elektromikroszkópos képe. Jelenleg a, az Unió deklaráltan azokat a oltóanyagokat fogadja el, amit az egyes országok, nemzeti gyógyszerhatósága jóvá hagy. Hazánkban öt oltóanyagot fogadtak el, ez, ha, ez, lényegében három típusú vakcina, vannak az új típusú vakcinák, a vektor, az RNS vakcinák, illetve az előlt kórokozó tartalmazó vakcina. És akkor nézzük a részleteket. Két vakcina van, a Moderna, illetve a Pfizer-BioNTech vakcina, ami úgynevezett RNS vakcina. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy itt van a vírus, a vírus felszínén a tüskefehérje, ezt izolálják, bejuttatják egy lipid mikropartikulába, ez van az oltásban, és az oltással ezt juttatják be a sejtjeinkbe. A sejtjeink ezt az erenes molekulát, ami átírja a tüskefehérjét, a tüskefehérje megjelenik, az immunrendszerünkben kialakul az immunválasz erre a tüskefehérjére, és fölkészül a szervezetünk a vírus fogadására. Utána a sejtek, a szervezetünk lebontja az összes bejuttatott anyagot. Ezek a mikropartikulák sajnos instabilak, ezért ezeket a vakcinákat különös tekintettel a Pfizer-BioNTech vakcinára csak nagyon alacsony hőmérsékleten hűtve lehet tárolni és szállítani. Ezért Ezeket, főleg a Pfizer vakcinát, csak kórházi körülmények között központi oltócentrumokban adják. Itt látható, hogy hogyan szállítják ezeket és tárolják hűtve. Kiemelném azokat a honlapokat, illetve médiumokat, amelyek különös tekintettel a COVID-ők csapatát, amely összegyűjti a világból az adatokat, lefordítja és közkincsé teszi. Forrásként használtam őket, megbízható forrás. Ajánlom az ők olvasását. Nézzük a Moderna vakcinát. A Moderna vakcina, tehát egy RNS vakcina, 94%-os hatékonyságú. A hatékonyságról azt kell tudni, hogyha egy vakcina 50-60%-os hatékonyságot elérte, akkor már hatékonynak tekinthető. A 94%-os hatékonyság rendkívül jónak számít. Harmadik fázisú vizsgálatok lezárultak, engedélyezve van, USA-ban, Kanadában, az Európai Unióban, Izraelben két oltás szükséges, 28 nap különbséggel. Most úgy spórolnak a vakcinával, illetve úgy lehet gyorsabban átoltani egy népességet, hogyha ezt, ezt a két oltás közötti időt egy picit kitolják. Ez kitolható egy hét héttel. Egy héttel. A tárolása tehát mínusz 25, 15, 15 fok között történik. A, ez a Moderna vakcina. A Pfizer-BioNTech vakcina, az szintén RNS vakcina, hasonló hatékonyságú, hasonló engedélyeztetésű, szintén két, napol, két oltást kell adni belőle, a tárolása viszont mínusz 90-60 fok között történhet, tehát ezért mondtam azt, hogy ezek csak komoly ö, háttérrel rendelkező intézetekben tárolhatók. 2021 végére 50 millió dózis Pfizer vakcinát szeretnének értékesíteni a látható területen, moderna vakcinából pedig ö, szintén egy milliárd vakcinát szeretnének értékesíteni. A következő vakcina az AstraZeneca vakcinája, vagyis ez az Oxford vakcina. Ez egy angol ö, fejlesztésű vakcina. Ez egy úgynevezett vektor vakcina. Hogy mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem lipidcseppekben, hanem egy csimpánz adenovírus, csimpáz vese adenovírus az, ami beviszi a sejtekbe az erenest. Ez a trójai faló tulajdonképpen. Ez egy olyan adenovírus, ami egyébként teljesen ártalmatlan, Fontos, hogy ne tehát, hogy ne találkozzon korábban a, az immunrendszerünk ezzel. Beviszi, kiváltja a sejtekben az immunitást, illetve az immunrendszer védekező képességét kiváltja, és utána a szervezetünk lebontja a bevitt adenovírust, illetve lebontja a bevitt anyagot. Hasonló a Sputnik vakcina, amit itt láthatunk, és ennek a működési elve hasonló, itt emberi adenovírusokról van szó, kétféle adenovírust visznek be, tehát az első oltás során az AD26-os, illetve a második oltás során az AD5-ös lajstrom számú Adenovírusban csomagolják be, rakják be az RNS -t. Ez azért van, mert ez mivel emberi adenovírus, hogyha netán valakinek a szervezete ö, fölismeri, és elpusztítja ideje korán a, az egyiket, akkor a másik hatékony lehessen. Jelenleg ez a leghatékonyabb vakcina. Tehát adenovírus, vektorvakcinák, tüskefehérjét kódoló gént átírják, tüskefehérje termelődését ö, váltja ki, immunválaszt ö, hoz létre. A hatékonyságot 62%-ra adták meg, Klinikai vizsgálatok lezáródtak, és nemzetközileg Nagy-Britanniában, Svájcban, Argentinában, Indiában és Mexikóban, illetve hát most már az Unióban engedélyezik. Adagolás szintén kétoltás, és, mint látható, 2-8 Celsius fok között tárolható, tehát tömeges oltásra, ö, alapellátásban alkalmas. Ugyanez igaz a Sputnik vakcinára. 91%-os hatékonyságú. Annyit tudni kell, hogy mivel az orosz fejlesztők nem rendelkeztek valószínűleg olyan fejlett digitális beteg adatbázissal, ezért a harmadik fázisú vizsgálatok lezárulása a napokban történik. Az engedélyezése Oroszországban, Argentinában, Algériában, Bolíviában, Paraguayban, Palesztinában, Szerbiában, illetve Magyarországon megtörtént. Két oltás három hét különbséggel, és ezt is lehet perifériás oltópontokon adni. Itt látható a vakcinának a, az alkalmazási területe a világon. Az Oxford Zeneca, AstraZeneca vakcinából 2021 végére 3 milliárd adagot és 500 milliót a Sputnikból szeretnének beadni. És végül a Sinopharm vakcina, ez az úgynevezett vitatott kínai Vakcina ez váltott ki a legnagyobb bizonytalanságot az emberekben. Ennek a hatékonysága 79%-os. Lényegében inaktivált, azaz nem fertőző képes. Előt vírusokat tartalmaz. Lényegében olyan vakcina, amit gyerekkorunk óta mindannyiunk a különböző vírusos betegségek ellen kapunk. Egyesült arab Emírségekben, illetve most már több országban, mint például Szerbiában és Magyarországon is engedélyezték. Kína, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Jordánia, és ez a kör szerencsére napról napra bővül. Egy rendkívül fontos figyelmeztetés: a harmadik hullám oka az, illetve a harmadik hullám különös kihívást jelent azért, mert megjelentek a különböző variánsok. A vírus átadódás során mutálódik. A hírhedt brit variáns decemberben jelent meg, 30-50%-kal fertőzőbb a többi variánsnál, 35%-kal nagyobb eséllyel okoz elhalálozást, és már 80 országban van jelen, köztük Magyarországon is dél-afrikai variáns, szintén decemberben jelent meg, 40 országban található meg. Az AstraZeneca kutatói már kifejezetten ez ellen a optimalizált vakcia kidolgozásán dolgoznak. És megjelent a brazil variáns, amely már ez brazil-japán variáns, repülőn közlekedett a két ország között, ez is megjelent, ez még rosszabb variánsnak számít. Tehát a variánsok megjelenése óriási felkiáltót jelt jelent a védekezés szempontjából. Egy térkép arról, hogy úgynevezett pandémia van. Mit jelent a pandémia? A pandémia, hogy lényegében jelenleg a világon nincs olyan ország szinte, Uh, ahol ne jelent volna meg a vírus, olyan ország van, amelyik tagadja, de ez nem feltétlenül fedi a valóságot. Minél sötétebb, annál nagyobb az átfertőzöttség. Így láthatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Brazíliában, Európa nyugati térfelén, Indiában és Oroszországban, egy tegnapi adat arról, hogy a száz főre jutó átoltottság az unión belül, illetve az unió Európa országaiban hogyan alakul, vezet átoltottságban 35 kal az Egyesült Királyság, második Szerbia, harmadik Málta és negyedik Magyarország. Ez valószínűleg annak köszönhető. Szerbiára, Máltára, illetve Szerbiára és Magyarországra különösen vonatkozik, hogy az itteni gyógyszerhatóság nagyon helyesen döntött arról, hogy olyan vakcinákat is engedélyez, ami még az Európai Unióban átfutó fázisban van. Tehát lényegében egy lépés előnyben vagyunk. Itt látható egy szummációs görbe, hogy jelenleg a világon mely országok Izrael vezet 80% fölötti átoltottsággal, utána jön az Egyesült Királyság, Amerika, ezek más okból, Szerbia, és utána jön Magyarország. Ez egy egyhetes Táblázat, az öt vakcinából összesen 1.474.000 vakcina érkezett be. Ezekkel lehet beoltani. A megrendelt mennyiség természetesen igazodik a népességhez. Van egy nagyon fontos adat, amire van egy világtérkép. Föltették azt a kérdést, hogy világ, tehát globálisan a világban, mikor szüntethető meg, állítható meg a járvány. Ez akkor állítható meg, ha a föld népességének 60-70-80 százaléka át van oltva. Na de a szegény országok nehezen jutnak hozzá a vakcinához. Ezért az Európai Unió létrehozta a covax amely egy olyan uniós összefogást jelent, hogy a különböző cégektől egyenlőre 2,2 milliárd euró értékben vásárolnak vakcinákat, és szállítják azokba az országokba, amelyek nem tudják megvenni a vakcinát, és a, az egyenletes, egész Földre kiterjedő átoltottság minél hamarabb megtörténjen. Lényegében ezen múlik az, hogy valójában a világjárvány mikor ér véget. Az oltások oltási tervek alapján történnek. Ezek az oltási tervek természetesen rugalmasak rugalmasak abban a tekintetben, hogy milyen módon, milyen formában, vagyis milyen vakcinák érkeznek be milyen ütemben, és azokat hol, milyen körülmények között, kiknek lehet beadni. De egy közös minden országban, hogyha józan paraszt is átgondoljuk a dolgot, akkor elsősorban Első hullámban az egészségügyi dolgozókat, utána a szociális ellátásban dolgozókat kell beoltani, aztán az időseket nagyon gyorsan, és ha szerencsénk van, akkor ennek a, ennek a fázisnak, ennek a három fázisnak a lezajlása egy-két héten belül ö, megtörténik. Utána jönnek a rendvédelmi szervek, a 18-59 évesek, akiknél fokozottabb kockázat merül fel, majd a kritikus infrastruktúrában dolgozók és legvégül pedig 18tól 59 évesig az, azok akik a legegészségesebb populáció. Ez az ábra mutatja azt, hogy a Járvány kitörése Óta. Milyen a napi esetszám? Ez a Johns Hopkins Egyetemnek a tegnapi legfrissebb ábrája, tehát ez a része a görbének, a tegnapi. Itt látható az első hullám, ami nagyon lapos volt, a második hullám, ami annak, következ, annak köz, ö, tudható be, hogy a nyitás ö, megtörtént nyáron, és most a harmadik hullámot látjuk, az esetszámok tekintetében most nagyon magas értékeket kapunk. A halálozásban, a napi halálozásban, az első hullámban nagyon lapos volt a görbe. Ugye azt mindenki tudja, hogy ennek a görbének a meredekségén múlik az, hogy az orsz egyes országok, Ellátó rendszere, egészségügyi ellátó rendszere, mennyire képes ellátni a beözönlő betegeket, súlyos szövődménnyel küzdő betegeket. Tehát ez nagyon fontos. Itt látható a második hullám, és látható a harmadik hullám, és most a harmadik hullámnak az elején tartunk, az átoltottság minél gyorsabb kivitelezése a kulcsa annak, hogy ez a görbe ne érje el, vagy szárnyalja túl a második hullámot. A covid összefoglalója következik. Tehát foglaljuk össze, nézzük meg az öt hazánkban forgalmazott vakcina Főbb jellemzőit. Oltás két dózisban, három-négy hét különbséggel. Beadás után általában fél órás megfigyelés van, teljes védettség általában két-három héttel alakul ki a beadás után, nagyjából megegyezik a vaccinák hatékonysága, alkalmazhatók, 18 éves kortól az RNS vakcinák a legbiztonságosabbak, olyan tekintetben, hogy ugye ott csak egy fehérjét adunk be, és a fehérje semmilyen komolyabb mellékhatást nem vált ki általában, illetve az oltási reakció nem azon múlik, hogy mit Adunk be. Nem csak azon múlik, hogy mit adunk be, hanem az oltási reakció lényegében a szervezetünk, az immunrendszerünk válasza arra a jelre, ami azt jelzi a szervezetünknek, hogy valami fertőzés van. Tehát az oltási reakció mi. Imórendszerünk, szervezetünknek a válasza. Ez lehet duzz, bőrpír, duzzanat az oltás helyén, kis hőemelkedés, hidegrázás, rossz közérzet, fejfájás, de ezek mind egyrészt ritkák, tehát nem 10%-ban mérhető mellékhatások, másrészt messze elmaradnak a vírus által okozott tünetektől. Hatóanyag segédanyagaival szembeni túlérzékenység leginkább csak a kínai vakcina, tehát azokban abban a vakc, azzal a vakcinával szemben lehet, amely az egész előtt vakcina anyagát tartalmazza, de ugyanezzel számol, számolunk az összes korábbi életünkben be, Adott vakcina esetén. Tehát, magyarul, annak, ne, annak nem szabad beadni ezt a vakcinát, akinek korábban, élete során már volt ilyen veszélyesebb reakciója. Tehát, ha valaki emlékszik arra, hogy gyerekkorában, vagy bármikor súlyos reakciója volt valamilyen oltásra, akkor oda kell figyelni. Kronikus betegségek. A, az orosz és a kínai vakcina esetén ö, óvatosabbak vagyunk. Tehát nem ezek az adatok, nem azt tartalmazzák, nem azt jelentik, hogy ezek rosszabbak, hanem azt jelentik, hogy óvatosabbak vagyunk az enged, a sürgősségi engedélyeztetési eljárás miatt ezekkel a vakcinákkal. Lényegében hasonló a reakciónk, hasonló a hatása bármelyik vakcinára. Láz akut betegség esetén el kell halasztani a beadásukat, ez bármelyik vakcinára igaz, immunkárosodás, autoimmunbetegség ritka, óvatosság, ismét megvan a két keleti vakcinával kapcsolatban, időseknek, mind, időseknek mindegyik alkalmazható, idéskorban megfelelő immunválaszt, vált, vált ki mindenkinél. Terhességnél, terhesség, szoptatás nem kizáró ok. Illetve ismét a nem azért, mert nem jó, de óvatosabbak vagyunk, a keleti vakcinákkal kapcsolatban. Covidők. Mit gyűjtött össze a Sanford Egyetem adatbázisából? Tévhitek és tények. Védőoltás túl, ez tévhit. Túl gyorsan készült el, és nem biztonságos. Tévhit az, hogy megváltoztatja a DNS-t, valójában nem képes arra, hogy megváltoztassa. Megté megbetegíthet, oltással megkaphatom a fertőzést. Tévhit, a védőoltás nem tartalmaz fertőző képes vírust, egyik sem, ami megbetegíthetne. Az oltással, hát ez olyan butaság, hogy ezt Felolvasom, de ez tényleg nagyon butaság. Oltással egy 5G csipet juttatnak az emberek szervezetébe, hogy megfigyelhessék a 5G hálózaton keresztül. Oltóanyag, ellenőrzött ható segédanyagot tartalmaz, tehát si, si, nagyon szigorú minőség biztosítást garantál. Oltásnak súlyos mellékhatásai vannak. Nem igaz, ez egy téfid. többsége enyhe mellékhatással jelentkezik. Az oltás meddőséget okozhat. Tévhit, semmi nem bizonyítja ezt. Tévhit, hogy a fertőzésen átesők védettsége erősebb. Ellenkezőleg a védőoltással kiváltott védettség jóval erősebb, többszöröse a fertőzésen átesetteknek. Az oltás gyengíti az immunrendszert. Nagy tévhit. Ellenkezőleg az oltás felkészíti, erősíti az immunrendszert. Tévhit, hogy a keleti vakcinák veszélyesek lehetnek. Minden engedélyezett oltóanyag biztonságos. Jelenleg a magyar gyógyszerhatóság által, illetve sok ország által engedélyezett vakcinák a keletiek biztonságosak. Oltóanyagban lévő adjuvánsok ártalmasak az egészségre, tévhit, több mint 80 éve biztonsággal alkalmazzák ezeket az oltóanyagokban. Védőoltás nélkül nincs leküzdhető járvány. Nem igaz, óriási tévhit. A védőoltás nélkül a lakosság 80%-a megbetegedne. És végül ami az egész előadásnak a főmondani valója. Minden beadásra kerülő vakcina hatékony és biztonságos. Bármelyik vakcina elutasítása pedig téves, és a velünk élőkkel szemben felelőtlen döntés, vagyis egy orosz rulett. Köszönöm a figyelmet!